Megnyugtató és örömteli hírt hallhattak a héten az kom férfi kosárlabda csapatának szurkolói, miután kiderült, hogy a tavalyi szezonban is Fehérváron játszó Démien Hollis még egy évet vállal a királyok városában. Démien Hollis a kulcsfontosságú légiósok közé tartozott az előző szezonban, és igazolta jó hírét, különösen a rájátszásban volt igazi vezérigyenisége a csapatnak. Megbízható játékára pedig továbbra is építhet majd az együttes trénere, Zunics Branislav. A szurkolók körében is népszerű játékos egy évvel ezelőtt főleg négyes számításba vett légiósként érkezett. Aztán az idény végén Kraker sérülése után megláthattuk azt is, hogy hármasként is remek teljesítményre képes. Démien augusztus végén érkezik majd vissza Székesfehérvára, hogy aztán szeptember 1-től csatlakozzon a felkészüléshez. Az albakomnál korábban kijelentette a vezetőség, hogy elsősorban a tavalyi sikereket elért csapatra kívánnak alapozni a következő szezonban is. Így aztán Bódi Ferenc Keller Ákos, majd később Simon Balázs is aláírt a fehérváriakhoz. Akkor a vezetőség elmondta azt is, szeretnék a légiósokat is együtt tartani. Aztán később Jonathan Jones, majd Tony Cracker is távozott fehérvárról. Így aztán Damien Hollis az egyetlen a tavalyi három légiós közül, aki még egy évet vállalta királyok városában. Holic maradásával kiderült az is, hogy immáron csak kettő légiós hely kiadó az albakom keretében. Ezekre a helyekre pedig a vezetőség pontdobó hátvédet, valamint centert keres.